A programról a faluban működő német nemzetiségi önkormányzat vezetője Régert Brigitta beszélt stábunknak. Egy Németországból, Lipcséből érkező harmonika együttes jár nálunk itt a településen Újpetrén, és hát ez egy nagy megtiszteltetés itt a környéknek is, és nekünk is. És azért mondom így, hogy a környéknek, mert 8 település állt azért össze, hogy ez a mai este létrejöhessen. A Lipcséből érkező zenekar színes repertoárral készült magyarországi koncertsorozatára. Igyekeznek a régebbi, hagyományos dallamokon felül modern darabokat is játszani, így minden korosztály számára élvezetes koncertet nyújthatnak. Egy lehetőség érkezett, hogy vendégül láthatóak itt Magyarországon, a délvidéken több településre is elmennek, nem csak itt hozzánk Újpetrére, és hát rögtön lecsaptam a lehetőségre, mint a német önkormányzat vezetője, és el is fogadták a meghívásunkat. Nagyon ösztönző volt számukra az, hogy itt közös összefogásban fog zajlani a rendezvény. A zenekar közel 100 főből áll. A teljes koncertélmény érdekében az együttes énekkarral, valamint ütős együttessel is büszkélkedhet. Az újpetrei koncerten ezek mellett gitárkísérettel álltak színpadra. A faluban működő német önkormányzat a koncertek mellett még számtalan színes programmal várja az érdeklődőket. Mindenképp fontosak. Egy ilyen koncert jobban megmozgatja a lakosságot. Egy ilyen harmonika együttes, vagy akár egy fúvózenekari találkozó mindig minden korosztályt érinthet. A kicsitől, a nagyig, a szülőkön át, a nyugdíjas nagymamáig, nagypapáig, és ez fontos, hogy összekovácsolja a közösséget. A fiatalok bevonása a nemzetiségi programokban nem egyszerű feladat. Régert Brigitta, az újpetrei német önkormányzat vezetője úgy gondolja, ez a vezetők feladata. Én úgy gondolom, hogy ez nekünk vezetőknek a kezében van. Ezt muszáj egy kicsit, nem is azt mondom, hogy erőltetni, de megismertetni, és mindig napi szinten tartani, hogy ez mennyire fontos, hogy honnan származunk, honnan indultunk, hogy mi alakította ki azt a kultúrát, ami itt Újpetrén is megmutatja magát, és ebben nagyon nagy segítség az Ifjúsági Egyesület, illetve a Hagyományőrző Egyesület, ahol ifjúsági fúvózenekar és tánccsoport is működik a mai napig, úgyhogy úgy gondolom, hogy a fiatalok megismerhetik ezt a kultúrát, megkedvelhetik, és kivehetik a részüket a közös munkában. A hagyományőrző programok nagyban hozzájárulnak a falu kulturális életéhez. Ezek azok, amelyek igazán összetartják a közösséget, ezért igyekeznek minél több ilyen projektet szervezni.